Viszont hölgyeim és uraim, köszöntjük a csapatokat nagy tapsal, férfias és sportszerű küzdelmet kívánunk. Hajrá Zentire! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mai megkülésünk kezdőrugását U9-es csapatunk játékosa Kovács Márk nézi el, aki születésnapja alkalmával kapta a játékot mindenkül lehetőséget. Reméljük, hogy bármi megoldanak a felnőttekre a hibai kezdőrugát szervényezett. Isten üdvessen világ, hajrá Zentire! Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a sportbarátokat. Az MB2 utolsó fordulója és az ETE, mint házigazda fogadja a H-rend Kozár Michelin gárdáját. Az egerszegieknek igazából már nincs félnivalójuk, tehát előrébb nem tudnak jutni, előttük a Vác együttese van, viszont hogyha esetleg úgy alakulnak az eredmények, akkor akár két helyen is hátrább léphetnének, vagy léphetnek. Jelen pillanatban a 7. az ETE, és ezt a pozíciót szeretnék megtartani. A vendégek téglavörös felsőben, az oldalán sárga csíkkal, fehér nadrágban, illetve fehér sportszárban, tehát ők a baranyaiak, a házigazda, az ETE pedig fehér felső, kék nadrág, kék sportszár. Gyorsan mondom az összeállításokat. A vendégeknél történt egy váltás az erőre megadotthoz képest, Nagy Erik nem került be a kezdőbe, helyette ott van Vitrédi Dávid 10-essel, de menjünk sorba, tehát 27-essel a kapuban Horváth Dániel, 3-assal Pajor Imre, ő volt korábban az ETE játékosa, 6-ossal Kirchner Krisztián, 9-essel Miroslav Grumic, 11-essel Kemény Tamás, 19-essel szintén korábbi az ETE nevelés Kocsis Adrián, 23-assal Szekszárdi Tamás, 55-össel Gubacsi Zoltán, 77-essel Kausik Andrej, nem tudom, hogy kell ejteni a nevét, remélem, hogy azért nagyon sokat nem tévedtem, illetve 88-assal Lantos Levente a kezdőben, és még hozzájuk jön akkor természetesen Vitrédi Dávid, aki eredetileg a kispadon kapott volna helyet, ő is játszott itt az ETE-ben, nem is olyan régen, kiválóan mutatkozott be a kékfehéreknél, gyönyörű gólokat lőtt. A házigazdáknál a kapuban 1-essel Szapponos Péter, ő visszatért betegségéből, 3-assal Dajcs Bence, 4-essel csapatkapitány Forgács András, 7-essel Bobák Gergely,
10-essel Babati Benjamin, 16-ossal Króner Martin, 18-assal Ágoston Donát, 19-essel Krec Bálint, 22-essel Vég Gábor, 29-essel Ecker Milán, illetve 88-assal Nagy Tamás, tehát ők a kezdők, a cserékkel természetesen menet közben majd megismerkedünk. A vendégek kispadján Szanyó Károly ül, ő korábban azért jó pár NB1-es együttesben megfordult, külföldön is játszott, segítője Sándor Tamás, valamint a kapus edző Kurucsai Kornél, mindhárman NB1-es múlttal rendelkező, nem is akármilyen múlttal rendelkező játékosok, az egerszegiek kispadján pedig Csató Sándor utolsó mérkőzését dirigálja, két segítője Szabó Kettő Zsolt, illetve Bozsik József, a kapus edző pedig Vlaszák Géza. Négy fiatalt jelölt a kezdőbe Csató Sándor, Ágoston Donát, Krec Bálint, Vég Gábor, illetve Ecker Milán. Eckernél, nem bocsánat, Krecnél éppen a labda, ő teszi hátra Szappanoshoz, aztán Króner. Nagy Tamás indul el, el is veszti a labdát, Szekszárdi szerelte, aztán visszaszerzi Nagy. Lent van az egyik játékos, Szekszárdi. Dajcs kapja a szélen, aztán föltápászkodik most már a vendégek játékosa, a Forgács. És a kapusé Horváth Dánielé. 17. helyezett jelen pillanatban a Kozár Michelin gárdája, és ott elég nagy a tülekedés. Ceglédnek, a Kozár Michelinnek 36-36 pontja van, és előttük a Csákvárnak 39. Az biztos, hogy a Cigány, valamint a Szeol már kiesett a másodosztályból. Ha ma nyerni tudnának a vendégek, akkor nincs félnivalójuk jövőre is, itt lesznek a Merkantil Balkh Ligában. Viszont ha pontot veszítenek, akkor nézni kell majd a rivális eredményeket is természetesen. Egy időben kezdődik a mai NB2-es forduló valamennyi mérkőzése, közben egy helyzet és egy lövés. Nem is volt rossz próbálkozás. Olyan 7-8 méterről fordult le Kemény Tamás és lőtte el, nem találta el a kaput. A Dajcs kapja Szappanostól a labdát. Gyorsan mondom akkor a mai mérkőzéseket, amik hasonlóan 18 órakor kezdődtek. Sorossár Szolnok, Mosonmagyaróvár Vác, Siófok Csákvár, Nyíregyháza Cigánd, Dorog Szeol, Szeged 2011 Grosics Akadémia, Békés Csaba, Cegléd, Szvitelszki Soproni VSE. Ez az érdekes a mai vendégek, tehát a Kozár Michelin szempontjából. Balmaz Kamilla, Kisvárda, ez pedig a feljutás szempontjából egy nagyon fontos mérkőzés. Budaörs Puskás Akadémia, illetve a Zete meccs az utolsó ebben a fordulóban. Nagy lendülettel indult el, Kemény, de aztán hátrafele kellett adni, aztán erőből lőtte rá a védőre, el is tudja hozni Babati a jobb szélen. Ott van Bobál középen, ő 12 góllal a házi gólkirály, és előkelő helyen van a góllövő listán is. Bobál mutatja, hogy merre kérné, Babati még elmegy az alapvonal felé, beemeli egy picit hosszan, megvan még az Ágostonnak. Nagy Tamás, aztán Dajcs, Ágoston, jön középre a labda, ez még jó lehet Babatinak, és szögletet, nem szögletet, érdekes, mert az asszisztens lement oda szögletzászló tövébe, aztán várt két másodpercet, majd vízszintesen emelte a zászlaját, ami annyit jelent, hogy kirúgással folytatódhat a játék. A kollégám közvetítésében hallom, hogy 1-0-ra vezet a Cegléd. Ez pedig nem jó a Kozár Michelin gárdájának, tehát így jelen pillanatban kieső helyen vannak a baranyaiak. Egyébként egy csodálatos sporttelep van Kozár Michelinben, közvetítettünk már onnét annak idején, és csak tátottuk a szánkat, hogy milyen pályák vannak a Pécs melletti település birtokában. Nagyon-nagyon szép környéke Pécsnek, nagyon közel van hozzá, illetve, ahogy említettem, műfüves pályát, a villanyvilágításos fedett pálya, minden van. Szappanos
hosszan emeli előre. Babati lépett volna, hát ha bakizik Lantos. Kretz. Labdát szerez. Kirchner nem volt szabálytalan, aztán elég röviden teszi átra a kapusához. Önfeláldozóan kellett Horvátnak közbeavatkoznia. Megtámadta őt Ecker. Kausik emelte ki. Na ezt majd megkérdezem valamelyik kollégámtól, hogy hogyan is kell mondani a vendégjátékos nevét. A labda a vendégeké, ez az ítélet. Nem ejtettem még szót a játékvezetőkről. Erdős József dirigálja a mérkőzést. A két segítője, Bertalan Dávid, valamint Pápai Zoltán, illetve Dolnegó Bálint, a tartalék játékvezető. Jó a középre emelés. Ágoston. Bobál teljesen üresen, illetve a szélen Babati kéri, ő szintén egyedül indulhat, aztán elengedett egy távolit. Nem irigylem a védőt. Elég keményen meglőtte Babati. Egy csukafejes forgácstól Vitrédi. Zseniális tudású játékos. Nagy Tamás hozza ki a bolyból. Aztán Dajcshoz gurít. Kretz. Króner középen kérte volna Ágostondon, át nem kapta. Dajcs átkerül a túloldalra a labda. Egész nap hőség volt itt Zalaegerszegen. Bobál, ez hosszú. Aztán olyan fél öt tájba érkezett egy sötétebb felhő, aztán itt a mérkőzés előtt pár perccel rá is zendített rendesen az eső. Volt egy pár perces felhőszakadás, úgyhogy arra számítottunk, hogy napfényes időben játsszák majd le ezt a mérkőzést. Hát be kellett kapcsolni a reflektorokat itt Zalaegerszegen, és akármerre nézünk mindenhol, minden oldalról azért elég sötét felhők veszik körül a megyeszékhelyt. Dajcs szépen veszi merre, aztán már teszi tovább Ágostondonáthoz. Kretz teljesen üresen észre is veszi Ágoston. Jó a labdalevétel, Kocsis viszont oda tudott piszkálni. Bedobással jöhetnek az egerszegiek. Nem úgy sikerült az őszi szezon a vendégeknek, hogy eltervezték, 30 pontot szerettek volna gyűjteni, 22 lett belőle. Aztán érkezett Szanyó Károly, még a korábbi edző mondta, hogy lesz mód javítani, és azért bizakodóan várták a tavaszi szezont. Tehát olyan nagy mozgás azért nem volt a keretben, a téli szünetben. És most ez az első szöglet lesz majd. Ügyesen rápöccintették Krónerre a labdát. Grumics volt az. Vitrédi tekeri középre. Dajcs bólintott a középre, nem oda akarta, gondolom. Aztán érkezett középen Szekszárdi, ő pedig nem találta már el fejjel a kaput, de ez komoly lehetőséggel bírt ez a szöglet, vagy az azt követő szituáció. Egy kis készfogó, le is fújja Erdős, az ETL jöhet majd az oldalvonal mellől. 12. percben járunk. Nincs még gól a mérkőzésen. Egy megelőzés, Nagy Tamás. Eckertől nem jó helyre pattant a labda. Kretz, Króner,
picit nehezen találta meg elsőre Krec, aztán eladják a labdát az egerszegiek, Vitrédi ügyesen csinált magának helyet, ez pedig a visszatett labda nem volt túlságosan pontos Keménynek, indult egyébként, jó ütemben indult a vendégek támadója, Bobál. A jó a kitett labda a szélre, a hosszúra. Pardobással jöhetnek majd a házigazdák. Krec dobhatja be majd a labdát. Hát állnak a játékosok, nincsen könnyű dolga jelen pillanatban, aztán érkezett Ágoston, akit meg lehetett játszani, de most már a vendégek hozhatják ki a labdát. Van egy lökés, ezt nem fújja le a játékvezető. Vitrédi vesztett labdát, megdögönyözte Vég Gábort alaposan, de itt sem szólt a síp. Dajcs. Középen Ágoston. Jól jön a szélre Vég Gábornak, szépen le is vette a fiatal játékos. Krec, be lehet tekerni, picit alacsonyra sikerült. Nagy Tamás próbálkozhat még egyszer, ez már jobbnak tűnt, egy pár centivel Babati feje fölött érkezett a labda, nem érhette el, marad a labda az egerszegieknél. Városi Viktorral itt a mérkőzés előtt két mondatot tudtunk váltani, kérdeztem, hogy miért nem játszik, mondta, hogy sérült. Az Egerszegről Kozár Mislenybe került játékos, Nagy Tamás gurítja hátra, közben Szappanoshoz lehet fordítani. Krec, van előtte bőven terület. Forgács. Lassan-lassan túl leszünk az első negyed órán. Jobbára mezőnyben folyik a játék. Dajcs hátra. Nagy Tamás. Jól teszi ki a szélre, Krec. Babati mutatja, hogy hova kérnék, Krec most tudja tenni, aztán kapja is vissza, de nem indult rá, nem számított, hogy egy kényszerítő lesz a dologból. Kocsis Adrián hátra Horváthoz, ő pedig egyből emeli előre, Grumics, Forgács jókol keresztezett. A leshatárról lép ki Bobál, de nem a leshatárról, hanem a lesről, megvárta még az asszisztens, hogy hozzáérjen a labdához, vagy induljon vele. Bobál Gerge is akkor emelte az ászlaját. Kocsis Adrián. Grumics. Vitrédi. Grumics kapja vissza. El is lehet lőni, nem találta el jól. Érezte, hogy van hely. Nem is olyan nagy távolság, olyan 24-25 méterről. Egyből elvállalta. Ágoston. Dajcs, Ágoston kapja vissza. A jobb oldalon rendre üresen marad egy vagy több esetben két ember, Krec. Most már azért átrendeződtek a vendégek. Forgács, Dajcs. Megmentették még az egerszegiek, Nagy Tamás kapja. Vég Gábor kérte volna. Dajcs. Egy picit hosszú, nem picit, ez igen-igen hosszú. Babatit szerette volna megjátszani a jobb szélen, de lecsúszott egy kicsit a labda a lábáról. Még a mérkőzés elején említettem, hogy a kispadon NB1-es múlttal rendelkező játékosok vannak a Kozár Mislenynél. Grumics elől Forgács, aztán Babati kapott egyet hátulról. Ugye Szanyó Károly nevére azért minden bizonyan nagyon sokan emlékeznek. Babati felé egy picit hosszú, ugye az Újpestben játszott sokáig, aztán Németországban, a Lübeck gárdájában, Ausztriába került. Lesvi Ried együttesébe, aztán játszott Debrecenben,
Izraelben, Győrben, majd a Vasasban, sőt volt olimpiai válogatott is 96-ban, és korábban pedig edzősködött a Vasas gárdájánál. Sándor Tamás szintúgy komoly hazai, illetve nemzetközi tapasztalatokkal bíró játékos, Debrecenből indult, aztán játszott Izraelben, Bétár Jeruzsálemben, Olaszországban, a Torinóban, és ő pedig 11-szeres nagy válogatott játékos volt annó. Kurucsai Kornél, a kapusedző pedig a Haladás, a Stadler, Békés Csaba együttesében is védett. Kocsis kapja a kidobást, van előtte terület, lehet indulni. Grumics mutatja, hogy visszafelé, hátrafelé tegye inkább a labdát, nem ezt választotta. Kemény, elveszíti a labdát, Króner pedig okosan rápöccintette Kemény Tamásra. Itt Nagy Tamásnál van kisebb probléma, az orra vérzik nagy valószínűséggel, ezt mutatta a játékvezető, addig el kell hagyni a játékteret, nem lehet vérző játékos a pályán, a tartalék játékvezető a Dolnagó Bálint mutatja a segítőknek, hogy menjenek oda a kispadhoz. Egy fejes közben Lantostól Vitrédi szépen teszi tovább Grumics, egy picit hosszú Pajor felé a labda, de még el lehet azt kényelmesen érni. Kirchner, Vitrédi majdnem jól pattant vendég szempontból a labda, Dajcs Bólint bele, Vitrédi, picit magasan jött a labda, az arcát érte, de még meg lehetett volna játszani. Babat indul el nagy lendülettel, egy picit hosszan tolta meg, és fönnakadt Lantoson. Kocsis jól teszi keresztbe, van induló ember Kirchner, forgács zár mögötte, Pajor, aztán visszakerül majdnem a félpályáig a labda. Nagy Tamás pedig már várja, hogy pályára léphessen, most ad engedélyt Erdős József egerszegi játékosnak, aki egy vatta csomóval az orrában érkezik vissza a pályára. Legalábbis innét úgy tűnik, hogy egy darabig azért ezt zavarni fogja a játékban. Nem lett volna rossz elgondolás Ekker felé, de nem jutott el hozzá a labda Vitrédi. Egy nagyon pontos labda Grumicsnak, de őt azért szorongatta rendesen Dajcs. Krec kapja a kidobást Szappanostól. 20 perc telik el ebben a pillanatban a mérkőzésből, 0-0 továbbra is az állás, Dajcs. Ágoston vissza Dajcshoz. Egy picit tétovának tűnnek most az egerszegiek. Nagy Tamás kéri el középen. Vég nem érte el a labdát, Vitrédi. Ő sem tudott pontosan továbbítani. Kirchner, Grumics. Kikerül oldalra Pajorhoz. Kirchner jól tartja meg a labdát, és ez kéz gyanús volt, és az asszisztens jelez is. Grumics a felkarjával tette maga elé a labdát, ezt intette a túloldali asszisztens, és fújta is le végül Erdős József. Közben majd azért kollégámra ránézek néha, itt van két sorral mögöttem, ő előtte van számítógép, tudja többi mérkőzés eredményét, illetve néha azért hallom is, hogy ha mondja az eredményeket, Babati emeli át a túloldal, ez nagyon-nagyon kikanyarodott, de bal lábbal tette középre Babati, de túl nagy falsot tett a labdába. Horváth állíthatja le az öt és feles vonalára, aztán jöhet a kirúgás. A Puskás már felkerült, és a Balmaz Kisvárda összecsapáson dől el, hogy ki lesz a másik feljutó, hogy korábban említettem is, a forduló érdekessége, hogy ők épp egymás ellen játszanak, tehát aki győz, az
ott lehet a döntetlen a Balmaznak jó. Egyébként itt még a feljutás kiesés kérdésében inkább a kiesésnél lehet jelentősége a megszerzett győzelmeknek. Tehát majd, ha nem most már szappanosé lesz a labda, tehát az MLS versenykiírása szerint a bajnokságban az elért több győzelem rangsorol az első helyen, utána a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége, a bajnoki mérkőzésen rugott több gól, az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége, az egymás ellen játszott mérkőzés gólkülönbsége, az idegenben lőtt több gól az egymás elleni találkozókon, illetve ezt követően már a fair play értékelésben a jobb helyezés, vagy ha minden egyezik, de hát ilyenre szerintem még soha nem volt példa, akkor sorsolás dönt. Tehát valamilyen úton, módon azért kétséges eset lehet, akkor azért valamilyen módon döntenek. A hálóba került a labda, de a lesen álló Babati juttatta oda, nem is kellett nagyon kommentálni a történést. Egyértelműen lesen állt az egerszegiek játékosa. Lantos kapja Horváttól a labdát. Kirchner jó kötésű játékos, kapott egyet a bokájára most, a földre került. Ágoston érte el a bokáját, de azért nincs nagy baj, Nagy Tamás megy oda átölelni, megveregetni a vállát egy pillanatra. Szabadrugással jöhetnek a vendégek, Lantos, Grumics. Ott valamit látott a játékvezető, a Nagy Tamás ellen a szabadrugás. Az egerszegi térfél közepe tájáról, egy kicsit a tengelytől balra lehet leállítani a labdát, ezt is valószínű, hogy Vitrédi fogja majd elvégezni. Ott van Kocsis Adrián is. Kocsis emelheti középre, és majd, hogy nem helyzet lett belőle, végül is egerszegi szempontból jó helyre pattant Szappanos felé a labda, aki pedig már ki is tette Dajcshoz. Vég. Lassan-lassan nyugat felől oszlik a sötét felhő, még lehet, hogy itt a második félidőben egész kellemes idő lesz majd. Szép kényszerütőzéssel hozzák ki a vendégek. Egy villámgyors ellenakció. Még mindig, aztán Nagy Tamás gurítja hátra Szappanoshoz, ő pedig egyből emeli előre. Ott nincs fehérmezes játékos, egy bólintás, ott már van. Ott megint nincs. Gubacsi kényszerítőre tette volna le Pajorhoz, de nem kapta vissza. Kauszik. Nagyon átlátszó volt, most Vég Gábor szándékát leolvasta. Kirchner pardobást Dajcs szeretné elvégezni, csak egyelőre nem tudja kinek dobni. Egy lökés, ezt lefújja Erdős játékvezető. Dajcs ott hagyja a labdát, Forgács indul el, hogy elvégezze a szabadot, aztán ő is ott hagyja végül. Az egyik legtávolabbi ember, Babati érkezik kocogva. Jó rugó technikájú játékos, és előre jönnek a jól fejelők is. Hát ez mondjuk tovább csúsztatásra lett volna csak jó. Egy szép hátrahúzás Keménytől, meg is tartja a labdát. Kirchner nagy lendülettel érkezik középre a labda. Aztán Kretz bólintotta ki, Vég. Aztán kikerül oldalra. Ecker, Bobál, Dajcs. Dajcs remek formában van az utóbbi időben, rendre. Jó teljesítményt nyújtott, több gólt is szerzett.
Forgács. Nagy Tamás, megint ki oldalra Dajcs. Nagy Tamás, Kretz kapja üresen. Ez jó lehet, de les, ez is les. Hát nem vagyunk vonalban, de ott a jobb oldali nézői szektor azért fölmorrant, amikor emelte a zászlót az asszisztens. Góllövőket tekintve a vendégeknél Beke Kemény, illetve Racskó 4 gólt szerzett a szezonban, és négyen vannak, akik 2 gólosok. Az egerszegieknél Bobál 12 gólos, Paudics Patrik 11, de ő 8-at ebből a Csákvár színeiben szerzett. Bobati 9, Jakab 6, illetve Dajcs 5 találatot szerzett a szezonban. Lantos, Lágyan, Kocsis még tovább tudta tenni, de Grumics nem érte el, aztán jól emelik ki a bolyból, Ágoston volt az, nem sokat tévesztett, indult volna Ágoston a túloldalon. Nem is Ágoston volt az, hanem Ekker, elnézést, Forgács, Nagy Tamás. Dajcs. Hát ugye a mérkőzés eddig letelt majdnem 29 percét nézve azért a körmüket nem rágták le a nézők. Nincsenek egyébként sokan itt a zalaegerszegi stadionban. Ez megint csak les, és megint van egy kis morgás. Hát úgy tippelem, bár mondjuk a nézőknek a 70-80%-a, vagy talán még több itt a velünk azonos oldalon, déli lelátón foglalj helyet, és ugye elég nehéz átlátni, úgy számolom, talán olyan 1500-an lehetnek. A másik 3 lelátón azért jóval kevesebben foglalnak helyet, azt talán a kameraképen néha-néha látszik. Nagy Tamás kapott egyet hátulról, nem kellett közbeavatkozni a Erdős Józsefnek. Dajcs indul el, egy pillanatra megfogták a derekát, Bobál. Jól emeli ki oldalra, egy pontos labda Babatinak. Babati még lopja egy picit a távolságot, aztán lövésre. Ezt nem szorította le Ágoston a lövésnél a labdát. El kellett lőni egyébként, ezt jól tette hátra Babati. Erre figyelni kell majd a fiatal játékosnak. Horváth pedig küldi előre a társakat, hogy hosszú kirúgásra készül, most már túl vagyunk az első fél órán. Forgács teszi előre, Vitrédi. Aztán elérte Ágoston a lábát, ő mutatja a játékvezetőnek, hogy nem érte el, Vitrédi mutatja, hogy bár, már pedig elérték a lábát, de lefújta a játékvezető, ezt visszavonni már nem fogja. Ez pedig azért innét megítélni, hogy mi is történt valójában. Csak sejtéseink vannak, komoly jelentősége nincs. Vitrédi pedig már készülődik elvégezni a szabadot. Jó, ez fejesre Nagy Tamás bólintja ki. Eckernek hosszú, Pajor még kényelmesen elérte, ő forgolódik jobbra-balra, hogy valakit meg tudja játszani Kirchnertől, egyből kapja vissza, nem könnyítette meg a dolgát Kirchner. Aztán Gubacsi emeli előre. Ha eléri a vendégjátékos, úgy gondolom, hogy emelkedett volna ott a túloldalon az asszisztens zászlaja, így viszont nem kellett közbeavatkoznia. Ez egy nagyon kemény belépő volt. Az indításra érkezett ki a kapujából Horváth Dániel. Babatinak pedig elérte a lábát. Megúszta sárgával. Most szerencséje van Horváth Dánielnek, és azért kapja is a füttyöt a lelátóról. Láttuk már ilyen érpirosat adni. Szó se róla.
szerencsére komoly sérülés nem lett a dologból, talpon van Babati. Ugye arról vita nem lehet, hogy utolsó emberként már a mezőnyben szabálytalankodott Horváth Dániel. Hát itt azért elég egyértelműen fogalmaz a szabálykönyv ebben az esetben. És itt akkor be is fejezem, Dajcs a labda mögött. Majdnem a 16-os vonaláról, és van egy perdítés, ami fölé száll. Megpattant ott a kéttagú sorfal egyik tagján a labda, érkezett végig, aki pedig fölé perdített. Most már két komoly lehetősége volt az egerszegieknek az elmúlt pár percben. Előbb Ágoston lőtt fölé, most pedig egy perdítés, ami szintén fölé szállt. Ez azt is jelzi, hogy azért az egerszegiek többször odaérnek a vendég kapu előterébe. Több helyzetet dolgoznak ki. Bobál felé érkezett a labda, még Gubacsi el tudta emelni. Kretz, Kocsis vette le, aztán Kemény Tamás. Grumics megmentette még a vonal előtt, Vitrédi. Szekszárdi, jó a fordítás, Pajor. Szekszárdi. Ez pedig két piros mezes, vagy bordó mezes játékos közé érkezett. Picit kérdőn nézett egymásra Lantos, illetve Kocsis Adrián, hát egyiküknek sem volt elérhető ez a labda, még ha indulnak rá időben, szerintem akkor sem. Kretz dobta be a labdát. Bobál próbálta tovább tenni, de nem tudta saját játékoshoz. Szekszárdi Vitrédinek hagyja ott. Grubics. Jó Pajornak a szélre. Kirtner. Forgács zár oda mögé. Aztán úgy tudott oda piszkálni, nincs még kint a labda. Sőt, még most sem. Ott picit pattogott a játékosok között a labda. A Szekszárdi a hosszú indítást lefülelte, Vitrédi jól tolja meg. Vitrédi, egy szenzációs cselezőkészsége van Vitrédinek. Az indítás megint nem jó, Kirtner leste le. Kauszik oldalra Gubacsi, aztán Pajor, Szekszárdi. Megint Vitrédihez kerül. Most ő adja el a labdát, Nagy Tamás. Babati indul a szélen, és érkezik is a labda. Ez elérhető Babatinak. Középen pedig ott van Bobál. Egy szöglet lesz a dologból, nem tudta betenni. Kauszik mellett a labdát Babati. Jöhet az első egerszegi szöglet. Babati jól jön középre, Dajcs még belebólintott, és nem tudta megfogni elsőre Horváth Dániel, de kiemelik a védők. Ágoston még meg tudja tartani, hátulról dögönyözte Kemény. Jó a továbbítás, Forgács maradt elől, Forgács, nincs kint, még a vonalon vezeti végig Forgács, legalábbis innét úgy tűnt. Aztán van egy szabálytalanság, befelé jár a szabad. 37. perc kezdődött ebben a pillanatban, nincs még gól az ETE FCH Rend Kozár Mislány találkozón. Itt az elmúlt bő negyed órában az ETE azért egyértelműen többször oda ér a vendégek kapuja elé. Az egerszegieknél két hét múlva, ahogy most vége van ennek a mérkőzésnek, még lesz egy közös vacsora, aztán két hét szabadságot kapnak a játékosok, és utána kezdődik is a felkészülés. Majd jól jön középre, és Forgács nem tudta eltalálni. Egy nagy sprint, és a vendégek jöhetnek majd pardobással. Gubacsi jött át erre a szélre, de nem ő végzi el, a szabadot hagyja Kocsisnak. Ő neki a túloldalon van a helye a védelemben.
Kocsis is keresi a társat, hogy kinek lehetne bedobni. Megtalálta Kemény Tamást. Aztán egerszegi lábról kerül megint a vonal mögé. Kirchner, Grumics indult volna Pajora szélen, nem tették hozzá, Szekszárdi. Vitrédi kéri el. Grumics. Hátra kerül Gubacsihoz a labda, Vitrédi, aztán megint Gubacsi kapja. Kauszik. Lantos. Most türelmesen játszadoznak most hátul a vendégek, aztán az előretett labda nem pontos. Ecker pördítette tovább, aztán felpattant. Bobál. Volt ott azért úgy gondolom szabálytalanság, akár mind a két oldal is mehetett volna reklamálni. Lantos maradt egy kicsit a földön, de most már ő is talpon, ő a tarkóját fájlítva, ez az indítás nem jó Babatinak. Mutatta a csapatkapitánynak, hogy előre kellett volna egy kicsit tenni, hogy lehessen vele indulni. Ellentétes volt a mozgás, vagy amit kellett volna végezni. Újra el kell végezni most a pardobást is. A 40. perc kezdődik ebben a pillanatban, nincs még gól. Vitrédi önfeláldozóan hozta el, az Grumics oldalra. Kocsis zárkózik itt a szélen. Grumics kéri el. Lantos Levente. Egy lágy emelés. Jó volt a megelőzés Krónertől. Ő bólintotta jó helyre Nagy Tamás. Ki a bolyból Kretz. Ez nem pontos. Bobált kereste volna Kirchner. Pajor indulna a szélen. Kapja is. Jó a csel Pajornál, aztán feltartást jelez, ott az asszisztens a túlsó szélen nem is reklamálnak, a degerszegiek jogos volt a fújás Erdőstől. Egyébként ez most csak az én szubjektív véleményem, egy nagyon kulturált csapat játékot mutatott eddig be a Kozár Misleny Vitrédi játéktudása az ismert volt az alai szurkolók előtt, hogy egy kiemelkedő képességekkel bíró játékos. És én megmondom őszintén, nagyon sajnálnám, hogyha nem tudna bent maradni a Kozár Misleny a másodosztályban. Nagyon barátságosan fogadtak bennünket annak idején a baranyai településen, és ott minden adott a jó focihoz. Kozár Mislenyben fejjel szappanos oldalra Kretz. Még a biztonsági őrök is évekkel később megismertek bennünket Pécset kosármeccsen. Vitrédi hátra Kirchner. Vitrédi kéri el Grumics. Érezte, hogy emelni kell egy picit a labdán, mert érkezik a becsúszó láb Kretztől, de kiment közben a labda az oldalvonalon kívülre. Nincs már hátra 4 perc az első fél időből. Dajcs kapja a bal szélen. Még az is előfordulhat, hogy a második fél időre lekapcsolhatják majd a reflektorokat itt a stadionban. Kretz még el tudta csípni a labdát. Ecker aztán kis szerencsével marad az egerszegieknél a labda egy pardobás formájában. Majd begyűjtöm az eredményeket, mert kollégám Óházi Bálintnál azért hallom, hogy mond számokat, tehát mérkőzés eredményeket, csak azt nem pontos, hogy melyik összecsapásoknak a jelen állás szerinti eredményeit mondja. Itt összefejelt Forgács, illetve Grumics, lent marad az egerszegi kapitány, aztán
Ecker cselezgetett, ott egy kicsit szabálytalankodnak vele, szemben forgástól pedig megkérdezi Erdős József, hogy nincs-e komolyabb probléma, nem kell leápolni, de talpon Forgács András, Dajcs kapja közben a labdát. Dajcs. Nagy Tamás. Azért most az utóbbi percek tempójából, mint hogyha arra lehetne következtetni, hogy ez az eredmény mindenkinek jó. Zalai szempontból ez még azt mondom, hogy valamilyen szinten áll is, vendég szempontból viszont nem. Jó a csel, végindult el, Bobál. Jön középre a labda, Bobál. Lecsúszott a lábáról, látszott, hogy bal külsővel érte el csak, ezért volt az a nagy falsa labdában, és ezért is szállt a kapu mellé. Nincs már hátra 2 perc, az első fél időből 0-0, továbbra is az állás. Szanyó Károly egy pillanatig nem ül le. Neki kijelölt területen belül, de hát ugyanez van a túloldalon, Csató Sándor is végig állva nézik a mérkőzést. Most a labdához jutott Szanyó Károly is, ő adja oda Krecnek. Aztán Króner kapja a bedobás után, most már Szappanoshoz kerül hátra. Jó a fordítás, Dajcs. Vég felé, de el tudta Kausik bólintani, Vitrédi. Bő egy perc van még hátra, Dajcs ért hozzá, vendég pardobás jöhet. 45. perc kezdődik ebben a pillanatban, amikor kimondom. Gubacsi. Kausik. Lantos. Kocsis Adrián. Lantos nézi, hogy kit lehetne megjátszani, csak hátrafele tud indulni, aztán Horvátot találta meg a kapust. Jó a bólintás, Grumics, Vitrédi tisztán kapta a labdát, jó a visszapassz, Kocsis, jön középre a labda, ez Szappanosé, szólnak a lelátóról, hogy gyorsan kellene, ez pedig kikanyarodik a kirúgás, elnézést kér a játékosoktól, Szappanos Péter. Kocsis Adrián, ebben a pillanatban lejárt a rendes játékidő, egy percet hosszabbít, Erdős József ez került fel itt a táblára, amit Dolnegó Bálint felmutatott. Króner, Kocsis Adrián vissza Kirtner felé, Kirtner jó helyre továbbít, Szekszárdi, Gubacsi. Marad a labda a vendégeknél, Dajcs majdnem el tudta csenni. Gubacsi. Na most már a nagy óra nem megy ott az eredményjelzőn, viszont a stopperem igen. Még 20 másodperc. Hát lehet, hogy ez a pardobás lesz az utolsó momentum. Még 5 másodperc. Ez pedig kirúgás. Hát még elengedi a kirúgás Szappanostól. Most már túl vagyunk a hosszabbítás egy percén. A játékvezető szájában van már a síp, és bele is fújt. Ebben a pillanatban tehát gól nélküli döntetlennel zárult az első félidő. Egy bő 10 perc múlva pedig jövünk majd a folytatással.